Bilincsben vezették a rendőrök a Liszt Ferenc repülőtéren tavaly augusztusban azt az őcsényi férfit, akit európai elfogató parancs alapján köröztek és átadtak a Tolna megyei rendőröknek. A most 42 éves, jelenleg is letartóztatásban lévő férfi a saját lányát 11 éves korától kezdve csak nem 3 éven keresztül rendszeresen bántalmazta szexuálisan. A kiskorú sértettet általában akkor zaklatta, amikor a több műszakban dolgozó, sokszor túlórázó házastársa és a nevelt fia sem tartó. Otthon. A vádlottól féltek a családtagjai, emiatt és a fenyegetések miatt a sértett nem mert a történtekről beszámolni a környezetének. A férfi a gyermek 11 éves korától egészen 14 éves koráig rendszeresen követett el szexuális bűncselekményeket, melyeknek a lényege az, hogy szexuális együttlétre kényszerítette a gyermeket különféle módokon, lelki, illetve fizikai fenyegetést alkalmazva. A Tolna megyei főügyészség 12. életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak büntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat idén tavasszal. Egy másik, a Pest megyei Galgahévízen történt esetnél nem nézte tétlenül a családapa erőszakoskodását egy 13 éves kislány. A gyerek megölte apját, hogy megvédje édesanyját és testvére életét. Huszti Gábor, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője azt mondja, napi szinten kell családi konfliktusokat kezelniük. Azért országosan ez elmondható, hogy az ilyen súlyos bűncselekmények résztvevői, az áldozatok és az elkövetők gyakran családon belül vannak és családi kötelékben élnek. Mindezeken keresztül az is nagyon fontos, hogy habár ilyen súlyos bűncselekmények nagyon ritkán történnek Tolna megyében, hozzátartozók közötti erőszak miatt meglehetősen gyakran kell intézkednie a rendőreinknek. Változott a társadalom és változtak a társadalmi viszonyok, ezért a büntető törvénykönyv 12 évre vitte le a büntethetőség korhatárát, mondta stúdiónk vendégeként Kovács Ildikó, a szexuális törvényszék sajtóreferense. Egyre súlyosabb bűncselekményeket követtek el, tehát statisztikailag számszerűen megnőtt azon bűncselekmények száma, amelyet 14 év alattiak követtek el, de akkor még ugye nem voltak büntethetők, ezért úgy látta a törvényhozó, hogy szükséges lejjebb vinni a korhatárt. Kitanics Márk klinikai szakpszichológus véleménye szerint a megelőzés és a társadalmi felelősségvállalás fontosabb, mint a büntetési tételek súlyosbítása. Önmagában egy büntetési tételnek, attól, hogy súlyosbodik, nincs visszatartó ereje. Bárki, aki bűncselekményt követel, nem gondolkodik a bűncselekmény elkövetésekor abban, hogy ennek milyen büntetési tétele lesz, van, vagy hogyan fogok járni. Mindenki azon, hogy én majd megúszom, vagy pedig, hogyha hirtelen impulzív módon történik a cselekmény, akkor nem mérlegel, nem gondolkodik. Csak minden 24. szexuálisan bántalmazott gyerekről derül ki, hogy áldozattá vált, a családon belüli erőszak esetében pedig 9 bántalmazó megúszza, mire egy ellen nyomozni kezdenek. Az esetek többsége ugyanis teljesen rejtve marad a külvilág elől.